Sok szeretettel köszöntelek titeket ismételten itt a 20 perc együtt című műsorunkban. A mai adásban Popovics Kinga érkezett hozzánk, aki másodéves pszichológia hallgató a Pázmány Péteren, illetve az ELTE-n pedig elsőéves hallgató, Müftörit hallgatott. Szia Kinga, üdvözlünk sok szeretettel! Sziasztok! Igen, ahogy elhangzott, Kinga vagyok, 21 éves, és két egyetemen is tanulok. Hú, igen. Hát igen, azért sokaknak hú, hiszen nagyon sokan egy egyetemet szeretnének megcélozni. Nálad hogy jött ez, hogy egyszerre kettőt csinálsz? Mindig is így szeretted volna, vagy így hozta az élet? Megbántod-e, vagy nem-e? És hogy egy picit így előre mesélj nekünk, hogy milyen érzés két egyetemre járni? Hát abszolút inkább így hozta az élet. Soha nem gondoltam volna életemben, hogy én egyszerre két egyetemet csinálok majd. Szociológián kezdtem a Corvinuson, úgyhogy mind három egyetemet kipipáltam valamilyen formában, de ott egyébként csak egy évig maradtam, mert az nem az én pályám volt. És eredetileg nem is ez akartam lenni, tehát hogy eredetileg nemzetközi tanulmányokra készültem, viszont máshogy alakult a dolog. És nekem viszont azért viszonylag régi vágyam volt a pszichológia is. A Müftöri az egy gyerekkortól kialakult szenvedély, mert az édesapám művészettörténet tanár, így ezt már korán kezdtem, és mindkettő nagyon erősen élt bennem, de végül a pszichóval kezdtem, és úgy éreztem, hogy a Müftörire is szükségem van, úgyhogy elkezdtem a Müftörit. Viszont amit kiemelnék talán most így utólag, hogy azt hiszem, hogy számomra például a Müftöri lesz a fontosabb. Tehát, hogy valószínű, hogyha... Pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e az, kialakul-e az emberben egy ilyen húzódás az egyik felé, hogy ezt jobban szeretem, ezt jobban tanulom, ezt jobban érdekel, de akkor nálad kialakult? Nálam ki? Nem tudom, hogy vonatkoztathatok-e általánosan mindenkire, ehhez úgy érzem, hogy nincsen jogom, de a magam nevében biztos, hogy kijelentettem, hogy nálam van egy priorizált szak. És hogy azoknak, akik több szakot végeznek egyszerre, nekem viszonylag egyébként sok ilyen ismerősöm van, tehát hogy ez azért annyira nem egy ritka jelenség. Én úgy érzem, hogy általában van egy szak, amit jobban szeretnek, és általában ebbe a szakba több energiát is ölnek. Hozzáteszem, hogy nem mindenki, akit ismerek. Viszont ez azért is fontos, mert akkor ebben a priorizált szakban, mivel több energiát ölsz, lehet, hogy plusz egyetemen kívüli feladatokat, olvasmányokat is feldolgozol, és ezért abban jobban haladsz előre, abban kiválóbb leszel. És esetleg még kutatásokat is végzel, ahogyan te is teszed. De erről majd egy picit később mesélünk a nézőinknek részletesebben. Egy picit mutasd be nekünk ezt a Müftöri szakot, hogy mit is tanultok ti ott, hogyan néz ki a ti képzésetek, mire fut majd ki, milyen lehetőségeket látsz esetleg már most majd munkaerő szempontjából. Megtaláltad-e azokat, amiket kerestél, és arra, amit vágytál, azt kaptad eddig? Rendben van. Szóval a művészettörténet szak, az konkrétan az ELTE-n a szabadbölcsészet szakon belül van. A szabadbölcsészet szakon belül egy specializáció. Ez nehézség lehet, ha valaki erre akar jelentkezni, hogy konkrétan művészettörténet szak, az nincs első éveseknek, mikor indul, hanem erre fogtok specializálódni a szabadbölcsészetem. Ez egy igencsak elméleti tantárgy, tehát hogy készüljetek fel, hogy tényleg elég elméleti, és hogy egyébként ilyen alapozás, amit sokan várnának, hogy nem tudom, az őskortól napjainkig, és majd szépen végig megyünk a korszakokon, bocsánat, konkrétan annyira nincs. Tehát veszünk részletesen korszakokat, de inkább azt tanuljuk, amire van tanár, amire van éppen egy kutató, aki azt oktatni tudja. Tehát, hogy nem fedünk le mindent, mert arra nincsen idő, viszont amit lefedünk, azt nagyon behatóan fedjük le. Most elhelyezkedni művészettörténészként, well, igen, az nagyon nem egy egyszerű dolog, amennyire én tudom, de viszont nem is lehetetlen, és ezt fontos kiemelni. Tehát, hogy többféle lehetőség van, többen sokan helyezkednek el múzeumoknál, és dolgoznak ott, illetve ami még egy érdekes dolog, hogy
magángalériákban is el lehet helyezkedni, például könyvkiadásnál ugye nagyon szükségesek a művészettörténészek, mert ők írják a könyvet, ők gyűjtik hozzá az anyagot, ők dolgozzák fel az anyagot szakszerűen. Ezek viszonylag elméleti dolgok, és nyilván emellé még van az, hogyha valaki kutató lesz, nagyon sikeres kutató, és mondjuk ösztöndíjat kap hozzá, vagy a doktorátusát csinálja, nyilvánvalóan ezek a leginkább elméleti részei a művészettörténetnek, belőlük lesznek tényleg sokszor nagyon komoly, zseniális művészettörténészek. És van a másik oldal, ami szerintem szintén egyébként borzasztóan izgalmas, hogy tényleg valamilyen formában összekötni a bizniszt a művészettörténettel, és így kicsit foglalkozni a műkincspiaccal. Nem mondom, hogy ehhez mindenképpen szükséges egy művészettörténész diploma, tehát hogy ez nem alapkövetelmény, viszont szerintem semmiképpen sem jön rosszul, meg nyilván az ember így sokkal inkább kiismeri magát majd ebben a világban, meg sokkal műveltebb lesz. Szóval így talán így elsőre ezeket mondanám, de hozzáteszem, hogy hallottam már olyan információt is, hogy a közgáz tanárom itt a szakkoliban, ő mondta, hogy Cambridge-i művészettörténészeket csomószor alkalmaznak gazdasági vállalatoknál, mert annyira jó lesz az elemző készségük, hogy nekik arra szükség van. Tehát akkor egy nagyon-nagyon széles körű spektrum az a lehetőség, amelyből majd választasz, hogyha befejezed a tanulmányaidat, és jól használod ki a lehetőségeket, amik ugye majd jönnek majd későbbiek folyamán is. Téged inkább melyik része érdekel? Ez a kutatós része érdekel, vagy a műkincsek érdekelnek? Melyik része érdekel téged a legjobban? Ez egy olyan kérdés, amit nap mint nap felteszek saját magamnak is. Én nem hiszem, hogy az embernek rögtön tudnia kell, ahogy elkezdi a szakot. Hozzáteszem, nem rossz, ha tudja. Tényleg nyilván lépéselőnyben van az, aki hamarabb kitalálja, hogy mit szeretne kezdeni magával, de itt ezt is szeretném mondani, hogy nem baj, ha nem tudod, hogy mit akarsz még kezdeni magaddal. Tehát, hogy ez még visszatérve kicsit az érettségi utáni időszakra. Tehát, hogy 18 évesek vagyunk ilyenkor, per 19-20 nagyjából, még csak épp, hogy eljöttünk gimiből, ahol tök más dolgokat tanulunk egyébként, mint amire az egyetemen tulajdonképpen szükség van. Szerintem nem baj az, ha az ember nem találja el elsőre a lotton, hogy mit szeretne. Mit is szeretne. És ezért szerintem váltani, én tényleg mindenkinek azt tanácsolom, hogyha azt érzi, hogy ez nem az ő szakja, mégsem, és hogy tényleg nem lát benne jövőt, akkor inkább váltson. Tehát, hogy ne végezzen el egy szakot csak azért, mert... Nem, már elkezdte, is be kell fejeznie. Nem dől össze a világ, hogyha nem fejezik be. Tényleg nem, nincs benne semmi baj. Sőt, gazdagodtatok valamivel, és átmentek valamire, ami úgy érzitek, hogy még inkább a ti világotok nincs. Én nem látok ebben problémát, de tudom, hogy nehéz. Tényleg nehéz. Igen, viszont... talán az a része a nehéz, hogy kimondani ezt a problémát, mert lehet, hogy ott van belül bennünk, és érezzük, hogy ez nap mint nap csinálja, hogy nem jó, nem jó, de meghozni a döntést, és kimondani, és felvállalni azt, hogy rosszul döntöttem, talán az nem mindenkinek fér bele, vagy hogy nem mindenki meri ezt a lépést megtenni. Neked mi volt, ami segített, vagy ki volt, aki segített meghozni ezt a döntést, vagy hogy te hoztad-e meg, amikor a szociológiát is ott hagytad, és hogy mást szeretnél tanulni, vagy hogy mi motivált téged akkor, mi volt az a belső plusz? Hát igazából ez egy saját döntés volt, tehát hogy, és annyira őszintén nem kellett motiválni hozzá, tehát hogy nem élveztem igazából azt, amit tanulok, úgy éreztem, hogy abszolút nincs számomra benne perspektíva, hogy ez annyira nem az én terepem. És ezért egy idő után így átgondoltam a lehetőségeimet, átgondoltam, hogy mégis mi lenne az, amit tényleg szívesebben csinálnék, és inkább afelé vettem az irányt, mert nincs értelme szerintem tényleg évekig tanulni valamit, ami igazán nem is érdekel, meg az úgy mindig nagyon fárasztó. Nagyon fárasztó. Ez így igaz. És a felvételi tárgyakról, hogyha mesélnél nekünk esetleg, hogy milyen tárgyakkal lehet bejutni a műftőri képzésre, mert a pszichóval nagyjából mindenki tisztában van, hogy oda milyen tárgyak kellenek. Itt miből jó, hogyha az ember odafigyel már a középiskolában is, hogyha tudja, hogy ezt szeretné tanulni?
Bekerülni nem nehéz, tehát hogy általában a ponthatár az ilyen 380, most mondjuk kicsit magasabb volt, azt hiszem 410 talán, most kicsit magasabb Már volt a régen volt, ponthatár. úgyhogy nem emlékszem. Úgyhogy nem vészes bekerülni, tehát hogy ez nem egy ette jog, ahol 460 a ponthatár, vagy ilyesmi az állami képzésre, tényleg nem vészes. Úgyhogy én azt hiszem, hogy én meg sem néztem már a műtörinél, hogy mire van szükség, mert nekem emeltöri emelt angolom volt valamelyik. Általában az ilyen helyekre egy emelt nyelv az mindig okés. És ezt ki akarom emelni, mert ez az, ami engem így villámcsapásként ért, vagy hát nem mondom azt, hogy villámcsapás, de azért így durva volt realizálni, hogy senki nem mondja a leendő bölcsész hallgatóknak, de iszonyatosan szükséges a nyelv. Nem kicsit, létfontosságú. És nem csak az angol feltétlenül. Tehát, hogy művészettörténészként a szakirodalom kétharmada németül és franciául van. Tehát, hogy én például egyiket sem beszélem, az angollal így egészen jól el vagyok, meg én mondjuk még beszélek nagyjából középszinten oroszul, és az én szakterületem ez így jól jön, de művészettörténészként a nyelv nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert magyarul viszonylag kevés szakirodalom van, meg dolgokból, amit így, nem tudom, amit használunk az egyetemen. Megvan, tehát ki is adnak tanárok, de van konkrétan olyan tárgyunk, a proszeminárium, ahol tényleg a feladott festmények, amikről írnunk kell, a feladott festményekhez tartozó szakirodalom nagy része német vagy francia. Ez szerencsére nincs mindenél így, tehát az alapozó dolgok megvannak magyarul is természetesen, nagyon-nagyon nem kell megijedni, csak ha az ember mélyebbre akar ásni egy bizonyos témában, akkor szinte biztos, hogy szüksége lesz egy idegen nyelvre. És hogy ezzel nem szembesül az ember, mert úgy gondolja, hogy mert hogy nem realizálja, vagy én legalábbis nem realizáltam, hogy ez mennyire fontos. Szóval szerintem erre érdemes figyelni, és ez meg a másik a felvételi rendszerrel kapcsolatban, hogy ha nagyon őszinte akarok lenni, tulajdonképpen az egyedüli dolog, amit aktívan használok azóta is, azok a nyelvek. Szóval aki most még gimiben van, és van rá pár éve, vagy nem tudom, van némileg több szabadideje, azoknak tényleg azt ajánlom, hogy a nyelvet tolják meg leginkább, mert hogy a történelem jó dolog, egy általános műveltséghez, és a földrajz is, az általános műveltség nagyon fontos, viszont a nyelvek lesznek azok, amiket gyakorlatban használni fogtok, és anélkül szinte minden szakon nehéz. Én azt látom. Ezt alá tudom támasztani én is, hogy a nyelvek ismerete az nagyon fontos. Én németből voltam jobb, és németből van nyelvvizsgám is, viszont rájöttem, hogy az angol nyelvre nekem meg arra van szükségem, és muszáj volt azt is felfejlesztenem magam, mert a legtöbb teológiai folyóirat vagy angolul van, illetve kevesebb része pedig német nyelven, és ahhoz, hogy be tudjak kapcsolódni a nagy szakmai tekintélyekben, nagy szakmai folyóiratokat tudjak olvasni, muszáj ismernem azt a nyelvet, amelyet a szakmám használ. És ez nagyon köszönöm, hogy felhívtad a figyelmüket a középiskoláknak, hogy soknak, hogy a nyelvvizsgázás és a nyelvismerete, ez nem csak egy ilyen plusz teher, hanem gyakorlatilag egy lehetőséget fog adni minden egyéb máshoz a középiskolában. Említetted az orosz nyelvet, hogy abból középszinten értesz és beszélsz és tájékozódsz, és úgy tudom, hogy az ikonokkal foglalkozol, és azt szeretnéd majd elmélyíteni, hogy mesélnél egy picit nekünk erről a szenvedélyedről, az ikonokról, az orosz nyelvről, és a jövőbeli terveidről. Az ikonok igazából a művészettörténettel érkeztek. Nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy milyen téma lenne az, ami engem igazán érdekel. Ez nehéz volt. Annyit tudtam, hogy középkor, azt is tudom, hogy nagyon szerettem a szimbolikát, és emlékszem, hogy ez egyszer egy ilyen vizsgaidőszaki stresszbombomban így összeírt, és rájöttem, hogy úristen, az ikonok egyébként ezeket mind összekapcsolják, meg nagyon szeretem a filozófiát is, akkor azt is, és hogy így elkezdtem kicsit utána járni, meg utána kérdezgetni embereknél, akik ezt kutatják, vagy ilyesmi, és akkor így kaptam könyvajánlást például, és aztán idén
megpályáztam az UNKP-t, ami egy ösztöndíj, egy kutatási ösztöndíj ebben a témában, és sikerült például azt elnyernem, és akkor annak a segítségével most kutatok is, és van témavezetőm, és ő vele már egy elég nagy szakirodalom listát össze tudtunk állítani, szerencsére. Hát ezt az ösztöndíjhoz hadd gratuláljunk mi is a 20 perc együtt csapata, és sok sikert kívánunk a munkádhoz. Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Igen, tulajdonképpen így. Ja igen, ha már itt, ez nektek tök hasznos lehet. Pályázatok. Tényleg nagyon fontos, hogy valahogy ismerősön keresztül, oldalakon keresztül tényleg érdemes az ösztöndíjakat per pályázatokat figyelemmel kísérni az egyetemen, mert egyrészt nem megvetendő szempont, anyagilag nagyon jó megélhetést tud biztosítani bizonyos ösztöndíj, tehát egy-egy ösztöndíj, nem mindegyik. Másrészt pedig később publikálhattok, vagy lehetőségetek lesz, nem tudom, kiemelt figyelmet kapni egy-egy tanártól, ami nagyon nagy segítség. Tehát ugye ez tipikusan egy olyan extra, amit talán érdemes bevállalni. A másik, amit még kiemelnék, aki úgy érzi magában, tényleg aki úgy érzi magában, hogy ilyen típus, versenyezzetek, tényleg jó dolog. Tehát, hogy nem csak azért nem muszáj eredményt elérni, nagyon sok versenyen indultam, amin egyáltalán nem értem el eredményt, és sok olyan, amin igen. És hogy azért az egy-kettőért azért értem meg, mert beírhattam később önéletrajzba, vagy különböző, például a kutatási ösztöndíjat is azért nyertem el, vagy pedig azért, mert tanultok belőle, tök sokat, mert amikor az ember versenyre készül, akkor sokkal motiváltabban elmélyül a dologban, komolyabban veszi, tényleg belássa magát, és ez ugyanúgy nyeremény, tehát hogy ezt semmiképp sem veszik el. Úgyhogy ezt nagyon kiemelném, hogy egyébként versenyezni érdemes, és egyáltalán nem butaság. Aztán, amikor felkerültök már egyetemre, akár Budapestre, akár Debrecenbe, akár máshová, ki hová, szerintem jó körülnézni kollégiumok terén, hogy találtok-e szakkollégiumot. És ha jól tudom, te találtál is. Igen, én a Matthias Corvinus kollégiumban vagyok diák. A szakkollégiumok azért jók, és ezt szerintem a többiről is elmondhatom, mert általában egy valamivel ambiciózusabb közeg kerül oda be. És általában tök okos és érdekes emberekkel ismerkedsz meg, és ők visznek előre, húznak előre. Arról nem is beszélve egyébként, hogy később ezekből az emberekből általában jó szakemberek válnak, szóval egy egészen jó kapcsolati tőkéd vagy hálód is kialakul. Nem ez a lényeg, nyilván, amikor bekerülsz egy kollégiumba, nem úgy állsz hozzá, hogy kivel érdemes megismerkedni, hanem barátokat szerzel, és egyébként nagyon jó az egész, és tök fun, és nagyon nagy élményekkel gazdagodsz. A szakkoli olyan szempontból is jó még, hogy több előadást hallgathatsz meg, általában plusz kurzusaid vannak, nekem például plusz nyelvóráim vannak, meg újságírást hallgatok itt, és gyakorlok, és ez is egy plusz skill. Úgyhogy szerintem tényleg érdemes körülnézni, hogy van-e olyan szakoli esetleg, ami a profilotokba beleillik, az szellemiségetekkel egyezik, vagy nem tudom, tényleg, ahol kényelmesen éreznétek magatokat. Ez nagyon érdekes, és nagyon tetszik, és nagyon köszönöm, hogy ezeket így elmondtad nekünk, és hogy nem csak egy olyan képünk lesz az egyetemről, hogy bemegyünk és csak tanulunk, és csak tudományokat sajátítunk el bizonyos szintig, hanem van lehetőségünk barátokat szerezni, ismerősöket szerezni, és ezekből a barátokból lesznek kiváló szakemberek, és azok a te ismerőseid, és esetleg segítséged lehet majd a későbbi életedben. Hogyan találtad fel magadat az egyetemen? Mert azért, hogyha egy középiskolás kikerül a közoktatásból, akkor egy teljesen más világban csöppen bele mindenki. Neked okozott esetleg valami nehézséget, hogy megszokni 90 perces órákat, vagy a nagy szabadságérzet, amit ránk szabadul, hogy nem kötelező mindig minden órán ott lenni, nem kötelező minden napra készülni, de jön a vizsgai időszak. Szóval, hogy neked volt-e valami praktikát, tipped, vagy valami, ami segített átvészelni az első fél éveket? Volt.
De hazudnék, ha azt mondanám, hogy az első fél évben rögtön. Nem, én az első évben, mert ott béna voltam egyébként. Tehát, hogy tényleg nem tudtam beosztani az időm, nem voltam soha jó időbeosztásban egyébként, nagyon sokáig nem voltam benne jó. Nagyon sokat beszélgettem, tehát, hogy tényleg ilyen napi sok órát azzal töltöttem, hogy a kolistársaimmal lúgtam, hogy beszélgettem ilyesmi. Szóval nem voltam egy nagyon effektív diák. De egyébként nem, tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy katasztrofális vagy, hogy majd kibuktam, nem, egy teljesen normális átlagom volt. Hozzáteszem, hogy a szociológia nem a legnehezebb tárgy, tehát nem a legnehezebb szak, ennél sokkal nehezebb szakok vannak, ahol ezt nem lehetne megcsinálni. Ott meg lehetett, én így éreztem, személy szerint legalábbis. Később alakult ki egy rutinom egyébként, és hát ebben így pár tanulási tipp talán jól jöhet, ha így azt hiszem, hogy erre gondolsz, hogy valami ilyesmire. Igen, igen. Egyrészt ne halogassatok annyit, tehát, hogy tényleg, amikor feladnak egy olyan feladatot, sokszor lesz ilyen feladatotok egyetemen, hogy el lehet vállalni mondjuk november végére, de el lehet vállalni a fél év kezdetén is, tényleg mondjuk szeptember elején. Én nekem például most az a taktikám, hogy mindent, amit csak tudok, azt minél hamarabb elvállaljam. Azért, mert hogyha hamar elvállalom, akkor gyorsan túlesek rajta, és a fél év elején még sokkal kisebb az emberen a nyomás, és így sokkal jobban szétoszlik majd a terhelés, és hogy most is így nagyon örülök, hogy valamit elvállaltam fél év elején, mert most tudom, hogy borzasztóan sok stresszt okozna, ha azt most kéne megcsinálnom. Ez az egyik. A másik az az, hogy ha napközben, főleg most karantén alatt ugye kicsit más, mert mindent egy helyből kell csinálni, én listázok. Tehát, hogy felírok reggelente magamnak egy listát, hogy ezt és ezt és ezt szeretném megcsinálni. Nem időhöz kötötten, de felírok egy konkrétumot, és ez fontos, hogy konkrét legyen. Tehát nem azt írom, hogy műftörizek, hanem elolvasom ebből a könyvből ezt a fejezetet. És ez azért jó, mert amikor én nem tudnék magammal mit kezdeni, és csak tengenék, klengenék, csak ránézek, hogy oké, még ez van, jó, ülj le, csináld meg. És hogy ez egy jó dolog. A másik, még két dolgot szeretnék azt hiszem mondani, hogy bejárni az előadásokra tök fontos. Tehát, hogy többet ad, mert hogy sokkal jobban átszivárog, sokkal jobban tudod a saját módodon értelmezni a tananyagot. Tényleg érdemes bejárni az előadásokra. Nem mindig sikerült, tehát két egyetem mellett ez nem lehet, néha ütik egymást, ez biztos. A gyakorlatok nem feltétlenül, de az előadások ugye nem kötelezőek, így van, hogy egy pszichós előadásra nem megyek be, azért, hogy bemehessek egy műtörésre helyette. Ilyen előfordul. Ezzel számolni kell, ezért is mondom azt, hogy kell egy priorizált szak, hogy ilyenkor tud, hogy mit választasz a kettő közül. És még egy dolgot szeretnék mondani, így a szabadidővel kapcsolatban, meg a telefonnal kapcsolatban. Szóval, hogy én nagyon sokat telúztam, nem tudom, tehát elég sok időm elmegy vele, viszont amikor tanulok, akkor igyekszem látótávolságon kívülre helyezni a telefonomat. Mert hogy egyszerűen annyira, már a gondolat is, hogy ott van, és megnézhetném, hogy mondjuk kiírt, vagy válaszoljak valamit, vagy instázzak, vagy ilyesmi, az nagyon, nagyon eltávolít a tanulástól, nem tudok annyira koncentrálni, és hogy ezt tényleg látom magamon, hogy amikor úgy tanulok, hogy a telóm akár egy másik szobában van, akkor sokkal, de sokkal effektívebb vagyok. És sokkal összeszerettem, és nem tudom, ebben például én most próbálok változtatni, mert éreztem, hogy negatív hatással van rám, úgyhogy most sokat olvasok. És egyébként ez a másik, amit még így szívesen mondanék mindenkinek, hogy olvasni nagyon-nagyon megéri. Tök más, tehát most szakirodalomtól függetlenül nem a művészettörténetről beszélek, hanem valamit, amit élvezel olvasni. Azért, mert az tényleg megmozgatja a fejedet. Tehát, hogy szükség van hozzá a képzeletedre, szükség van arra, hogy feldolgozni, és ezért ez egy egész jó agytorna, miközben még élvezetes is, úgyhogy win-win szituáció. Köszönöm szépen ezeket a tippeket, ezeket a módszereket. Némelyiket már én is próbáltam, mondjuk még ez a telefon száműzés a tanulás színhelyéről, ez még nem jött össze.
de majd én is próbálkozom vele hatásosabban. De hogy ez a listázás, ez tényleg nagyon hasznos dolog, főleg úgy, hogyha így konkrétan leírom, hogy nem csak felírom a gazdaságföldrajz, hanem pontosan, hogy melyik tételt akarom megtanulni, mert akkor az el lesz végezve. Lassan, de biztosan le fog járni a műsoridőnk, így összefoglalva mindent és mindent egy gondolatra felfűzve, van-e egy olyan üzenet, amelyet átadnál a kedves nézőinknek, hiszen nagyon sok minden már hallhattunk, és tök sok praktikát leshettünk tőled, megtanulhattunk tőled, de hogy ezeket, ha egy gondolat sorra kellene felfűzni, mi lenne az, amivel elköszönnénk a nézőinktől? Szerintem az, hogy maradjatok lelkesek egyébként. Főleg akkor, hogyha sikerült egy olyan szakot találnotok, ami egyezik azzal a jövőképpel, amit kialakítotok magatokról, mert egy elhivatottságérzés, vagy egy lelkesedés az olyan szintű erőt tud adni, meg akkora motivációt, amit semmi más. És legyetek kíváncsiak, tényleg érdemes megvizsgálni a dolgokat sok szempontból, nem csak az elsőből, amit hallottok, érdemes gondolkozni rajtuk. Fontos gondolkoznunk, mert pedig így mi fogjuk alakítani a jövőt, amiben élünk, szóval ezt így érdemes így belegondolni, még akkor is, ha borzasztóan rémisztő. És igen, nem baj félni, és nem baj hibázni az egészben. Ki fog jönni valahogy, csak igyekezni kell. Köszönöm szépen, és nektek is köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a 20 perc együtt Popovics Kingával. Ne felejtjétek, hamarosan újabb tartalmakkal jelentkezünk. Kövessetek minket az Instagramon, a YouTube-on is, illetve a Facebookon is követhettek minket. Kinga, neked még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezeket megosztottad velünk. Szerintem nagyon-nagyon sok információt hallhattunk, és nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Szép napot nektek. Sziasztok!